Jó estét kívánok! Nagy szeretettel köszöntök minden kedves vendégünket, a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának élő folyóirat estjén. Ez már a harmadik évfolyam ötödik előadása, és ez alkalommal a Felvidéki Gömörország című folyóirat mutatkozik be. Ez az est az ő szervezésükbe, az ő elképzelésük szerint jött létre. Mindenek előtt szeretném köszönteni kedves vendégeink sorával először is Vashegyi György karmester urat, a Magyar Művészeti Akadémia megválasztott elnökét. És kívánok nagyon jó szórakozást a mai estén. Tudom, hogy hamarabb el kell menniük. Ugyancsak nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Kucsera Tamás Gergely urat, Magyar Művészeti Akadémia főtitkárát. Mind a kettőjüknek sajnos hétkor egy másik programra el kell menniük, úgyhogy ezt majd mi nagy örömmel veszük, hogy itt vannak, és nem fogunk oda se nézni, amikor mennek. Jó, tisztelettel köszöntöm még a vendégeink sorába Durai Miklós urat. Nagyon örülök, hogy eljött erre az estre. Szeretettel köszöntöm az est közreműködőit, mindenek előtt B. Kovács István főszerkesztő urat, Agócs Gergely urat, népzenekutatót, zenészt. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Kövesdi Károly költőt, szerkesztőt, Pizsnyán Gézát, dráma, kritikust és szerkesztőt. Köszöntöm két előadó művészünket is, és engedjék meg, hogy akkor most átadjam egyszer mind a szót házigazdáinknak. Először is azt hiszem, Kövesdi Károly úrnak. Tisztelt jelenlevő kedves barátaink! Eredetileg Felvidékről kellett volna szólnom, de hát azt hiszem, hogy ez nem fér bele az időbe, úgyhogy szeretnék a szűke pátriámban, Gömörben maradni. Stílszerűen Gömörországban, amelyet a gyalázatos trianoni döntés úgy vágott ketté, hogy azóta is keresi egyik darabja a másikat. Nagyobbik részét ajándékba kapta Európa egyik legnagyobb hazugsága, a sosem volt csehszlovák nemzet, a megmaradt kisebbik részét pedig oda csapták Borsod menyéhez. De lépnék egyet a múltba, ahonnan akár csak egy kísértet úgy követ egy kép. 1904-et írunk, még egy darabban az ország, és a fiatal Bartók Béla a tornaiai vasútállomáson morgolódva keres fuvarost, hogy szekérre rakhassa az zongoráját. Ezen a zongorá játssza el néhány nap múlva a Ratkó melletti, azóta legendává vált Gerlice pusztán az itt szolgáló erdélyi cselédlány Dósa Lili énekét, és itt hasít bele a felismerés, meg kell menteni a magyar népdalt. És Bartók szekerén meg is érkeztünk a hely szelleméhez, ahogy mondani szokás. Ha tennénk egy képzeletbeli szekérutat Tornajától Rimaszombat felé kanyarodva, Bartók elszekerezhetett volna jánosi apátsági templom mellett is, ahol az első magyar nyelvemlékünk született, de legalábbis használták a halotti beszédet a jánosi szerzetesek, mielőtt a Prahai Kódex előtaláltatott volna Deákiban, majd később Pozsonyban. És ismét a hely szelleme, itt a Székesfővárosban, a Széchenyi által megálmodott Lánchíd vasát a gömöri dernőn kovácsolták a Krasznahorkai András siok gyárában. A rimaszombati református templom oldalából pedig Ferenc István, az első magyar klasszicista szobrászunk melszobra néz maga elé. Ha kicsit jobbra pillantana, csetnekig szállna a tekintete, ahol a mársal társalkodó költő Gyöngyösi István alussza örök álmát. Elszekerezhetett volna Hanva mellett is, ahol papköltőnk Tompa Mihály küszködött számos betegségével és csodálatos virágénekeivel. A hely szellemének köpönyege alatt azonban olyan sokan szoronganak, hogy felsorolni sem tudnám őket. Egy biztos, napjainkban is alig találunk olyan gömöri falut, amely nem termékenyítette volna a felvidéki magyar irodalmat egy-egy költővel, íróval.
Álmok és valóság keveredése ez, hiszen Gömör maga is olyan, mint egy ballada. Gömör valóban olyan volt egykor, mint maga Magyarország kicsiben, amit ugye sokan megfogalmaztak. Anyagi és szellemi javak terén gazdag volt, és minden nagy változás után alkalmazkodni tudott az itteni nép. A jópalócok mellett német bányászok, rutén pásztorok, szláv soltészek éltek békességben, hazekasok míjelték és vitték a debreceni vásárba portékájukat, szénégetők, nyakas kisnemesek vidéke ez a folyóvölgyek és hegyek tarkított a táj, amely napjainkban legfeljebb azzal dicsekedhet, hogy a mostoha utódállamban, Szlovákiában itt a legmagasabb a munkanélküliség, a legnagyobb az elvándorlás és a tanástalanság. Egy mondat erejéig azért szólnék a felvidékről. Sokan kérdezik, volt-e, lesz-e, van-e egységes felvidéki tudat? A válasz tartok tőle, hogy nemleges, hiszen Magyarország felső részét, mint egy óriási appendixet kanyarították le a nagyhatalmak az országról. Ugyanakkor volt Rákóczi Ferencünk, Balassi Bálintunk, Mikszátunk és Máraink, innen vette a nevét Radnóti Miklós, és ugyanabban a faluban Nemes Radnóton született Pósa Lajos, a magyar gyerekirodalom megalapozója. Nem mellesleg 500. évfordulóját ünnepeljük ugye a reformációnak, a Gájára prédikátorok kétharmada gömöri volt. Ma este természetesen nem tudjuk, nemhogy a felvidéknek, de még Gömörnek is egy töredékét sem bemutatni, inkább zenés-irodalmi ízelítőt kínálunk a 18. évfolyamát jegyző folyóiratban a Gömörországban megjelent irodalmi alkotásokból. Köszöntenem kellene a megjelenteket, de hát Katalin nagyon kedvesen ezt megtette előttem, úgyhogy nem ismétlem meg ugyanezt, ha nem haragszanak. Két előadó művészünk neve nem hangzott el, viszont köszöntöm Balázs István, Nívódias előadó művészt Miskolcról, és Koncz Károly György, Radnóti díjas előadó művészt szintén Miskolcról. Hozzátéve, hogy mindketten felvidéki kötődésűek, ki ilyen, ki olyan alapon, Karcsi gyerekkora révén kötődik, Pelsőc, Horka, Pista szüleit pedig Rimaszombatból telepítették ki annak idején. Nemes egyszerűséggel. Úgyhogy felkonferálnám az első műsorszámot. Agócs Gergely fog nekünk gyönyörű zenét előadni, aki nem mellesleg szintén gömöri kötődésű, Füleken a nagyszüleinél, hogy is fogalmazzak, érzett rá a népzenére, és ez határozta meg az egész életét. Bár az egyetemi tanulmányai másfelé vitték, de hála Istennek és valamennyiünk örömére csak oda terelte a sorsa, hova ő való. Talán annyit, nem tudom, kell-e őt bemutatnom, a Kassai Csámborgó jutott eszembe hirtelen, a Hegedős Együttes folklórkutatásai, alig varokon nép, ahol ne kutatott volna. És hát hosszú lenne az ő bemutatása, úgyhogy inkább megkérem, hogy zenéljen nekünk, és ezt többet fog mondani. Tisztelt egybe gyűltek, először tárogatózni fogok. Nem a Kraszna Horka büszke vára. Inkább néhány fajn gömöri magyar juhasztókat. Thank you.
felirat fővédnöke, a gömöri péterfali születésű Tőzsér Árpád, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a nemzetművésze. Az első számban közölt útravalóját Ponc Károly György Radnóti Díjas előadó művész tolmácsolásában halljuk. Tőzsér Árpád, Gömörország, ahol az Isten a legkisebbet tévedett. A gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk lokálisan szlogen, a kommunista antivilág azon kevés jelszavai közé tartozott, amelyeket nem kellett volna elfelejtenünk. A mai erkölcsi kódexek szerint sajnos már gondolkodni is, cselekedni is csak globálisan illik, a lokális kifejezés minden formája pejoratív jelentést nyert. Elérkeztünk az idő falához, a telekommunikációval és az azt jellemző azonnalisággal a globális piac és a totális baleset lehetőségét találtuk föl, mondja Paul Virilio. Elhagytuk a valóság és a történelem referenciaterét, beléptünk a szimulakrumba, mondja Jean Baudrillard. Az internettel az intimitás válik nyilvánossá, a nyilvánosság pedig kiszorítja az ént, mondja Földényi F. László. És ha mindehhez hozzátesszük Szegedi Maszák Mihály véleményét, aki a nemzeti irodalmak jövőjéről értekezve írta le nemrég, hogy a katonai és gazdasági egyeduralom a civilizáció egyetlen mintájává emelheti az Amerikai Egyesült Államokat, akkor tulajdonképpen felvázoltuk a jelenkori globalizációnak azokat a fenyegető megakiterjedéseit, amelyekhez viszonyítva a lokalitás emberi méretei elenyészőnek tűnnek, és így szinte már kifejezhetetlenek. Legalábbis nyelvileg azok. Mert próbáljunk csak a mitológiából, vagy az irodalomból idevágó, adekvát hasonlatokat felhozni. Dávid és Góliát? Vagy a Liliputiak és Gulliver? Ugyan kérem. Hát Dávid legyőzte Góliátot, és a Liliputiaknak is sikerült megkötözni Gullivert, de hol van az a paritja, amellyel ma a lókusz, a hely legalább csak megállítaná, ha már nem is terítené le, a globalizáció menetelő Góliátját. És mégis, legyen a hely szempontjából a harc akármilyen reménytelen, az ember, ha őszinte magához, nem tehet mást, mint hogy a küzdelemben a hely mellé áll. A hely mellé, amely a globalizáció határozott egyneműségével szemben a határozatlan különneműséget, az élet természetes sokféleségét, magát, az életet jelenti. A Voltaire féle Il faut cultiver notre jardin imperativus nem csak azt jelenti, hogy dolgozzunk, hanem azt is. Sőt, Voltaire számára valószínűleg azt jelentette, hogy a saját kertjeinket, azaz a közvetlen környezetünket és saját magunkat műveljük. Az ember az életének a nagyobb részét még a különböző globalizációs trendek ellenére is egy helyen, egyetlen konkrét környezethez, és mindenképpen a saját egyszeri fizikai létezéséhez kötődve éli le, és a kozmosz egészével való összetartozásának az élményét is csak ennek az egy helynek, amely esetenként persze jelentheti az egész Földet is, az élményén át tudja megszerezni. A globalizációs eszmék viszont paradox módon éppen a környezetén, a természeten, sőt önmagán kívülre akarják helyezni az embert, ahonnan, mint egy a tudomány szemtelen mikroszkópjával nézheti létezését, csak hogy így az egyén pontosan azt a teljességet veszti el,
amelynek a nevében a globalizáció az életet manipulálja, vagy manipulálni akarja. A feladat tehát adva van. A globalizációs trend tudatában is a lokuszt, a helyet, kertjeinket kell művelnünk, mint ahogy az emberiség nagyobb része a jelen pillanatban demonstratív programok nélkül is ezt teszi. Csak bátorság kell ennek az állapotnak a beismeréséhez, tudatához, és tudományos felkészültség a két tudat, a globalizációs tudat és a helytudat összekapcsolásának, szintézisének a kísérletéhez. És ez utóbbit még akkor is meg kell kísérelnünk, ha a globalizációs rész éppenséggel nem mutatkozik szintézisképesnek. Évekkel, sőt, évtizedekkel ezelőtt írtam egy esszét, egy enyhén romantikus szülőföldvallomást. Az volt a címe, hogy Gömörország. Akkoriban még nem igen ismertük a globalizáció fogalmát, de ahogy ma az egykori írásomat újraolvasom, úgy látom már, akkor is a fenti gondolatokat kerülgettem. A hely akkor a számomra Gömörország a szülőföldem volt. Ha most írnám meg ugyanazt a témát, jóval nehezebb lenne a dolgom, mert az a hely, az az egykori gömöri kert mára már eltűnt, illetve a felismerhetetlenségig megváltozott. Pontosabban beépült az egykori művelői múltjába, emlékezetébe, így az én emlékezetembe is. De az alapszituáción ez mit sem változtat. Mindig van egy Gömörország, egy hely, amely konkrétságával a kozmoszhoz köt bennünket, és szembeszegezhető a globalizáció lélektelen trendjeivel. Imli Szjorán gyakran idézi Szent Nagy Albertet. A világ Isten tévedése, accidens dei. Igaza van Szent Nagy Albertnek, igaza van Szjoránnak. A világ tökéletlen, mert teremtés közben az Isten benne felejtette, mint sebész a beteg gyomrában a szkalpelt, a globalizáció, azaz végső soron az önpusztítás eszközeit és trendjét. De azért, amint azt fentebb láttuk, ebben a tökéletlen világban is van egy hely, ahol az Isten általában kisebbet tévedett, mint máshol. És ez a kitüntetett hely, amely a kozmoszhoz, az örök anyaghoz, ha úgy tetszik, Istenhez köt bennünket. Isten mégsem tévedhetett olyan nagyon, hogy magától teljesen idegen valamit teremtsen. Idén emlékezünk meg a rimaszombati születésű Szombati Viktor halálának 30. évfordulójáról. Egész életében rajongó szeretettel kötődött Gömörországhoz, Rimaszombathoz, a szülővároshoz. Ennek jeleként eredeti családnevét, Volkonak hívták, is megváltoztatta. A következő írást Rimaszombatnak Magyarországhoz való visszacsatolását követően 1939-ben vetette papírra. Balázs István nívódíjas előadó művész idézi fel nekünk. Szombati Viktor, Rimaszombat, részlet. Rimaszombat, mondják sokan, s vannak, akik mosolyogni kezdenek. Gömör megye mindig is úgy él a tájékozatlanok képzeletében, mint Gaszkony a színház látogató előtt, szokás még ma is Gömört és Sárost bizonyos lelki tulajdonságokban párosítani. Komárom táján azt mondják, hogy minden különös, idegen, zavargó, nyughatatlan eszme Gömör felől érkezett, és a délszlovenszkói ember számára Gömör megye, mint a gyermek számára az üveghegyeken túllévő furcsa ország,
kétnapi járásra rögtön az Ipolynál kezdődik, s tart talán Kassáig is. Az már gömöri ember, mondják az északkeletről jöttekre, kicsit keleti, kicsi nyughatatlan, s kissé más magyar, nem alföldi típus. Hát igen, a gömöri ember a hegységi magyarok típusa, a palócé s a barkói, még az ősi településből való. A természettel s a viszonyokkal többet kellett küzdenie, a magyar-szláv-német választóvonalon lakott, a gömöri ember külön országnak jelölte földjét, ahol a 2000 méteres Királyhegy, az Alacsony Tátra épp úgy a természet öröme, mint a dobócai síkság, a dobsinai jégbarlang, az akteleki csepkőcsoda, a murányi vár és krasznahorka. Van Pósánk és Mikszátunk, Blaha Lujzánk és Tompa Mihályunk, van Ferenci Istvánunk és Rudnai Gyulán gömörben, mert Mikszát is nálunk járt iskolába, s valamennyire gömöri embernek számítjuk. Tájképileg gyönyörű megye ez, gyönyörű ez a gömör. Gömör Kishontnak hívták valamikor, s már az sem számít, hogy a gömöri rész fővárosa valaha Pelsőc volt, és Kishonté viszont Rimaszombat. Sietve és szívesen általánosítottunk, s az egész megyét gömörré kiáltottuk ki, s oda ajándékoztuk Rimaszombatot fővárosul. Fölkérném B. Kovács Istvánt, a Magyarország főszerkesztőjét, hogy csücsenjen ide a közelembe, és akasszuk a hóhért. Talán először magadról szólhatnál néhány szót. Hogyan lettél főszerkesztő? Ez minden voltam egykor című fejezetben. Igen. Egyik feladaton. Jó estét kívánok mindenkinek. Rövidre fogom. Én egy gömöri kis faluban, Baraczán születtem, Kassán érettségiztem, Budapesten végeztem az egyetemet, néprajz régészet szakot végeztem, és muzeológus voltam addig, amíg a mecsiari hatalom az utcára nem rakott. Aztán voltam Nyitrán egyetemi oktató, visszatérve voltam párhuzamos a muzeológus és az akkor elindult Tompa Mihály református gimnáziumban óraadó tanár, majd végül gyűjteményvezető. 89 után ugye a közéletből is kivettem a részemet, ahogy ezt a kisebbségi helyzetben levő értelmiségi ember tette, velem együtt, illetve én sokakkal együtt, Durai Miklós megtisztelő társaságában. Hát megjelent vagy eddig 20 vagy 20 könyvem, jegyzem őket szerzőként, összeállítóként, sok mindennel foglalkoztam, az ősrégészettől a középkorig, a folklorisztikától a társadalom néprajzig, a palóc eredet kérdéstől, a hősepikáig sok mindenbe bele, hát azt nem mondanám, hogy belekaptam, de sok mindennel foglalkoztam. Ezeknek közös jellemzője alapvetően az, hogy mindig gömör, a gömöri táj jelentette a földrajzi kereteket. Életem voltak éppen azt mondhatnám, hogy egyfajta folyamatos küzdelem a szakmai elhivatottság szküllája és a közéleti elkötelezettség karübdisze között. És őszintén mondom, hogy veszélyes vállalkozás a tájainkon mind a kettő, hát még együtt a kettő. Állampolgára vagyok Szlovákiának, de hazámnak Gömörországot vallom. Azt az egykori vármegyét, amelynek a területén manapság két ország, négy megye, kilenc járás osztozik. Mi meg a sok szék között ülünk a földön. Milyen igény szülte meg, vagy hozta létre alapot? Mik voltak az eredeti célok, és mennyiben változtak, ha változtak? Voltak éppen nagyon egyszerű a történet. 1999-ben megszólítottak, hogy a Tiszavirág című egyetemi folyóiratnak lehetne egy külön számot készíteni, egy olyan külön számot, amely gömörrel foglalkozna. No hát könnyű Katát táncba vinni, a külön szám megszületett, és mi nem értük be ezzel, hanem úgy gondoltuk, hogy talán lehetne egy folyóiratot is indítani,
amely aztán a Gömörország nevet kapta, és 2000-ben meg is jelent a folyóiratnak az első száma, és azóta is folyamatosan, hiátus nélkül 18. éve megjelenik. Na most, ami a célokat illeti, kezdetben alapvetően mi egy célt tűztünk ki magunk elé, felmutatni azt a kis tájat, vagy nagy tájat, Gömört, felmutatni az ott élő embereket, a múltat, a jelent, és ebből a múltból és jelenből, hogy mondjam, egy kicsit hozzájárulni annak az alapnak az építéséhez, amelyre a jövőt alapozhatjuk. Ez a cél azóta is érvényes, és próbálunk eleget tenni ennek a vállalásnak. Ez is működik vajon? Jaj, köszönöm szépen, nem kell itt dobálni. A lap kiadója a Gömör Kisfonti Múzeum Egyesület, amiből adódik, hogy gerincét a helytörténeti tanulmányok alkotják, de rendszeresen megjelennek benne néprajzi, politikatörténeti, egyházi, irodalmi, képzőművészeti tárgyú alkotások, recenziók, könyvismertetők. Egy tulajdonképpen egy nagyon sokrétű és nagyon specifikus lapról beszélünk. Mégis mi a fő profilja? Hát mi a fő profilja? Nagyon nehéz erre szabatosan is, főleg röviden válaszolni. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy semmi sem idegen tőlünk, ami emberi. Ebben minden beletartozik, beletartozik a tudomány, beletartozik a művészet, beletartozik a közélet, mindenféle emberi megnyilvánulás. Igazából a lapnak soha nem volt meghatározott eszmerendszere, nem határoztunk meg ideológiát, amelyet képviselni akarunk, de azért elég nyilvánvaló, aki végiglapozza a folyóiratot, hogy a konzervatív keresztjén értékrend az, ami a kezdetektől a lapot jellemzi. Na most, hogy mennyiben sajátos és miben sajátos? Felsorolhatnám most az egyes rovatokat. Én éppen talán nagyon röviden. Van egy vezércikk, amíg mindig vagy az adott választott témához illeszkedik, vagy pedig valamilyen, abban a lap megjelenése idején egy fontosnak érzett, vagy fontosnak gondolt közéleti témára reflektál. Van a Lássátok feleim rovat, amely a tudományos tanulmányoknak, dolgozatoknak, írásoknak ad helyet. Van egy emlékezetünkre rovat, amelyben valamikor megjelent, nehezen hozzáférhető vagy hozzáférhetetlen írásokat közlünk újra, mert hisz mi azt tartjuk eredendő célnak, hogy a Gömörországot olvasók, a tájban, a Gömörben élő emberek, azok nem tudós emberek, akiknek majd hivatkoznak egy lábjegyzetben, hogy meg lehet nézni, melyik tanulmány melyik oldalán, hanem itt elolvashassák azokat az írásokat, amely őket gazdagítja. Na most van még ezen kívül egy nagyon fontos rovat, ami mondjuk a mai estéhez különösen kapcsolódik. Ez, amit úgy neveztünk, hogy futárszalon. Tényleg futárszalon. Irodalom, művészet kap helyet ezeken a lapokon, nem nagy terjedelemben, amennyit a lap megenged. Ebben megjelennek élő alkotók alkotásai, és megjelennek természetesen régebben élt jeleseinknek az írásai is. És van végül egy agóra rovat, amely afféle közéleti rovat, ahol vitairatok megjelenhetnek, ahol beszélgetések jelenhetnek meg, a publicisztika kap helyet, és van természetesen egy olyan rovatunk is, ahol folyamatosan beszámolunk azokról a könyvekről, folyóiratbeli közlésekről, amelyek a mi régiónkat érintik, hogy azért olvasóink innen is tájékozódhassanak. És az utolsó megjegyzésem ehhez az arcélhez az, hogy minden lapszámnak van egy kiemelt témája. Na most én ezt felsorolni nem tudom, nem is lehetséges ebben az időkeretben. Utalok néhányra engedelemmel, jogfosztottság évei, Donkanyar emlékezete, Egyesült Protestáns Gimnázium jubileuma, Balassi és Gyöngyösi emlékezete, Északi Magyar Génius, közösségi bűn és bűnhődés a 20. században, művészet, hit és közösségépítés, a gömöri polgárság humora, édesanya nyelv, Móricz és az újarcú magyarok, gömöri Szindbád és kortársai, Mikszáth Kálmán és Batty, és sorolhatnám. Tehát ez nagyjából jelzi, hogy melyek azok a témakörök, amelyekkel mi foglalkozunk. Ugyanakkor nem csak Gömörrel foglalkozik a lap, hiszen tartalmát és szerzőit tekintve is nem csak Gömör-Kisfont
területére reflektál, hanem hát nem mondom, hogy a teljes Felvidéket, de egy jókora területét. Hát sőt. A teljes Felvidéket eleve nem is vállaltuk, erre nem éreztük magunkat képesnek, maradunk a magunk házatáján, de nem csak Gömörről szól. Az a Gömörország, amelyet a lap címe sugal, az egy kicsit több, mint Gömör és Kishont. Abba beletartozik a Gömörországtól nyugatra, illetve keletre eső régió is, tehát ha úgy tetszik, akkor a Garamtól a Hernádig, ha úgy tetszik, akkor a Palócként is, mert északi magyar nyelvterület az, amely a mi érdeklődési körünket illeti. Azért is gondoltuk ezt rögtön az elején, hogy így ezt vállaljuk föl, mert úgy fogalmaztunk, ha szabad idéznem az első számból, hogy fórum kíván lenni, amely összekapcsolja a fekvésében és sorsában egyaránt közeli ipolyságot, Losonccal, Fülekkel, Rimaszombattal, Tornaijával, Rozsnyóval és Szepsivel, miközben mindenkoron kitekintéssel kíván lenni minden égtáj felé. Ha lehet ilyen bárdolatlan kérdést föltenni, mi áll szívedhez legközelebb az írások vagy szerzők közül, vagy hát, mi a szíved csücske? Hogy mondjam, mint szerkesztőnek minden írás a kereszt gyerekem, és ebből azért nem nagyon illene kiválasztani semmit, de tekintettel erre az alkalomra azért mégiscsak kiválasztok most egyet, rendhagyó módon. Ez pedig az a lapszám és az a téma, amikor egy eladig ismeretlen magyar írót mutattunk be, mutattunk fel. A Moskovic Amália néven anyakönyvezett, ám Lesznai Annaként ismert írónőnek van egy jól ismert regénye, bizonyára nagyon sokan, a legtöbben ezt olvastuk, Volt egyszer egy kert. És ebben a regényben szerepel egy bizonyos Olivér bácsi. Ez az Olivér bácsi Gömöri Olivér volt, egy gentri, akinek hogy mondjam, egy ilyen megyei gentri pályát szántak, de ő valahogy nem lelkendezett ezért, és ott hagyta a rimamenti serkét, eljött Budapestre, Budapesten élt, afféle ködlovag volt, Gömöri Szindbád, aki élt és halt a Smankerliért. Ez egy édes sütemény. Ha az ember beleolvas ebbe a regénybe, akkor csodálatosan adja vissza Lesznai Anna, hogy Olivér bácsi hogy látogatta végig a Felvidéket, az igazi Smankerlit keresve, és a végén azt mondta, hogy most már özvegy marad az ínyem, mint halálig. Mert hogy meghalt az a sütőasszony, aki a Smankerlit az ő szája íze szerint képes volt csinálni. Na most azért még róla annyit, hogy az egyik regényét, amiről Lesznai Anna azt mondta, hogy megírta, de el is égette, mert nem akarta saját fajtájáról, a gentri rétegről rosszat mondani. Nem igaz ez, ennyire azért emberek vagyunk, hiúk. Ő se égette el a regényét, hanem megtaláltuk a kéziratot, és ott látható, meg is jelentettük, ráadásul két nyelven, hiszen a történet egy része a Felső-Garam mentén játszódik, a másik része pedig Budapesten. A korrupció, az örök emberi téma, hogy ugye egy köpőedényt kell rendeltetni minden községnek, és hogy járják ezt ki a pesti politika bugyraiban, és hogy éli ezt meg a Felső-Garam mente szlovák, egyszerű szlovák embere. És ezt le is fordítottuk szlovákra is, hogy a szlovák barátaink is értsék, hogy ki is volt ez a Gömöri Olivér. És még annyit hozzáteszek, mert megérdemli, hogy ez az Olivér a pesti művészköröknek egy ismert alakja volt, aki például Ferenczi Károlynak volt a barátja, róla készítette Ferenczi Károly talán minden idők egyik leghíresebb magyar portréját. Ott látható mind a két képen. És tagja volt az Abbázia Kávéház egyik asztaltársaságának, sok kitűnő festőművész volt a tagja, többek közt Medgyászki László is, aki barátja volt, és hát aki akváriumnak nevezte ezt az asztaltársaságot. Tovább nem fog róla beszélni, mert az időt ellopna, de mindenkinek ajánlom szíves figyelmébe, szabadon elvihetők a folyóiratlapszámok is, és a regény is az asztalról. A szakma nyilván jól ismeri a lapot, de van-e tömegigény ilyen csúnya szóval élve? Ilyen jellegű lap iránt, ugye nem lehet beskatujálni, se nem irodalmi, se nem... Hát tömeg és igény biztos, hogy nincs. Szóval nem olyan jellegű. Hogy látod a jövőt inkább így? A jövőt úgy látom, hogy na most lehet, hogy ez pátoszosan hangzik, de amíg egy ember van, akit érdekel, addig érdemes csinálni. Egytől azért több van. Szóval nem tömeglap,
de jelenleg kezdetben megvallom, 1000 példányban jelentettük meg. Hát egy kicsit, hogy majd eltúloztuk. Szóval manapság ugye 17 év után jelenleg 350 nyomtatott példányban jelentetjük meg, de feltesszük már a világhálóra is PDF formátumban, tehát tulajdonképpen ingyen és bérmentve minden érdeklődő elérheti. Kézenfekvő a kérdés is, milyen forrásokban biztosított a lap rendszeres megjelenése? Azt tudjuk, hogy Szlovákiában a kisebbség kulturális támogatása igencsak féloldalas néha. Hát először is meg kell köszönjem, mert kitűnő alkalom ez, hogy megköszönjem minden magyar adófizetőnek azt a bizalmat és azt a támogatást, amelyet nekünk nyújtott a magyar kormány és a megfelelő alapítványok révén. A Szülőföld alap, Íjés közalapítvány, Szülőföld alap, most Betlen Gábor alap folyamatosan támogatta a folyóiratot. A Nemzeti Kulturális Alap is támogatta egy ideig, az utóbbi években már többször elutasítottak, így már tavaly meg idén se nem is pályáztunk ott. És hát a szlovák kulturális minisztérium, illetve hát most eddig a szlovák kormányhivatal, aztán talán jövőre pedig valami másfajta alap reménység szerint támogatni fogja. És hát támogatják az előfizetők, és támogatják a lapvásárlói. Most kihasználna még az alkalmat, hogy egy könyvről is említésessék. Szerzője Békovás István, címe Világ vitéze, alcíme Magyar hős epika. Sokat mondó cím. Hát kérlek, mutasd be röviden ezt, és nem mindennapi kötetről van szó. Hát tényleg nagyon röviden, mert az egy külön előadás témája lehetne. Annyit hadd mondok el, hogy feleségemnek mondtam tréfásan, hogy remélem csak vakmerő voltam, és nem vak. Tehát azért, ha hősepikáról beszélünk, ugye tudjuk, hogy Arany János óta, sőt már őt megelőzően is, azért magyar hősepika nincs, elveszett. És keresték a nyomait különböző folklór műfajokban, illetve hát más helyen, ábrázolásokban is, krónikáinkban is. Na most én elmondom a végeredményt, ahova eljutottam. Én úgy gondolom, hogy ez nem áll, ez nem valós, ez a tudósok nyomán, a közvéleményben is meggyökerezett felfogás. Én szépen a magyar hősepika nem veszett el. A magyar hősepika megvan. Igaz, hogy nem verses formában, igaz, hogy ezer év, egy évezred rátelepedett, és ezt, hogy mondjam, színezte ezt az eredetileg pogány hősepikát, de ez megmaradt, megvan, magnószalagon van, ellenőrizhető, és hát Gömör a csodák földje, hát hol kerülhet elő a magyar hősepika, nem Gömörbe. Hát természetesen Gömörbe került elő, hogy aki erről többet szeretne tudni, annak szíves figyelmébe ajánlom az említett Világvitéze Magyar Hősepika című könyvet, ami tavaly jelent meg, illetve az idén a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával a Szent László év keretében a Szent László legenda ábrázolásairól, magáról a Szent László legendáról is jelent meg egy könyv, ami azonban nem a Szent László legendáról szól, hanem a magyar hősepikáról, amelynek a Szent László legenda csak egy keresztényesített, keresztény köntösbe öltöztetett változata. Én tudom, hogy ez egy nagyon súlyos kérdés, ezért talán illetlenség is két-három mondatban szólni róla, mert ilyet kimondani ma, hogy magyar hősepika van, hát ez bizony kutatói érdekeket sért, emberi hiúságokat bánthat, de megvárjuk, természetesen megvárom tanult kollégáimnak a hozzászólásait, véleményét. Én, amit 40 év tapasztalatával elmondhatok, illetve legjobb lelkiismerettel megfogalmazhatok, az, hogy felül kell értékelnünk a korábbi álláspontunkat. Nem veszett el a magyar hősepika, megvan a magyar hősepika, és hogy miért pont Gömörben került elő, és miért csak ott, hát erre tanult kollégáim sokkal bívesebb választ adnának. Én nagyon egyszerűen fogalmazok. Fogalmam sincs. De az biztos, hogy van. És még csak annyit befejezésképpen erről a témáról, hogy ez nem csak szakmai kérdés. És azért válthat ki komoly vitákat, mert a magyar hősepika az nem egy a balladák közül, egy a népmesék közül, egy a népdalok közül. Hősepika egy van. A hősepika az olyan, mint legszentebb nemzeti szimbólumaink. Én nem túlzok, legalábbis meggyőződésem szerint nem túlzok, amikor azt mondom, hogy a hősepikának, ha beigazolódik, akkor annak ott a helye,
legszentebb nemzeti szimbólumaink sorában. Ha van hungarikum, amely a legfelső csoportba tartozik, akkor a magyar hősepika oda tartozik. És éppen ezért, ez csak nem csak szakmai kérdés, és ha valakik ellene szólnak, vagy esetleg véleményt nyilvánítanak, nem lepne meg az, hogyha egyéb motiváció is lenne a háttérben, nem csak szakmai. Köszönöm szépen. Hát, ezt csak annyit tudnék hozzátenni, hogy várjuk a szakma megtisztelő figyelmét azért, mert egyelőre nagy a hallgatás. Maradjunk ennyiben. Jó. Megkérném szépen a Gócs Gergelyt, hogy nem tudom most milyen hangszer következik. Koboz. Magyar hősepika van. Nem csak a hősmesékben, amiket Békovács István tart fel, hanem egy sor más folklóralkotásban is. Én a magyar hősepikának a kaukázusi testvéreit kutatom. Épp a Magyar Művészeti Akadémia egyik tavalyi folyóiratának egyik tavalyi számában jelentettem meg Bínöger hősénekét, amelyik egy karacsai-balkár nép folklórjában megtalálható történetet tár az olvasó elé. Gyakorlatilag a magyar csodaszarvas történet, csodaszarvas monda összes motivumát tartalmazó, természetesen egy széltében hosszabb a gyűjthető hősének keretében, ott mindaz megtalálható, amit mi a magyar csodaszarvasról tudunk, mert ugye maga a monda nincs meg, ott csak Arany János álmodott egy szépet. Most a Madács-Limai kódexből következzen egy ének a kobozról, mint hangszerről. Azért is ez, mert a hősénekeket ilyen kobozosok, lántosok, hegedősök és egyéb iszalkosok adták elő. Pöngését koboznak, gyakran, ha te hallod, minden vígságodat elmúlatni látod. Gyönyörűségedet szomorúságra fordítod. Szép száraz szemedet könyvezésre hozol. Nem korcsmához való koboznak pöngése, sem mondhoz nem való gyönyörű zengése, mert hozatik tőle elmegy ötrődése. Bújdosó elmének gondban törődése, árfalan zengése gyönyörűséget hoz. Hegedűnek hangja lakodalom házhoz, csípszónak a szava jó az serkorcsmákhoz. De koboz pöngése elmegy ötrődést hoz. Regalés orgona díszes templomokban, mikoron dicsérik Istent ének szóban. Huzan és hortista az éneklő karban. Koboz igen illik katonák karjában. Megírtak a levelembe, visznek-e verekedésbe, ott nem lesz szabadulásom, ott leszen az én halálom. Ott nem lesz szabadulásom, ott leszen az én halálom. Ha
mész, és békével jár, békességes utakon jár. Békességes utakon jár, csendes folyó vízből így jár. Csendes folyó vízből így áll, ott és rólam gondolkozzál. Ott se gondolj, egy ebekről, csak az igaz szeretetről. Ott se gondolj, egyebekről, csak az igaz szeretetről. Országúton ma sírozom, alapban van nagy porthajtó. Ó, mű nehéz a járásom, keserves az elválásom. Ó, mű nehéz a járásom, keserves az elválásom. Ne sírj rózsám, ne kásálé, hogy a tiéd nem leháté. Tartom én is, két pillantás, ott se lássuk többet még már. Vássuk annam egy pillantás, ott se lássuk többet még már. Szabad szabad magad, jaj, de Viki, szabadon jár. Jártam én és egy idáig, 19 esztendeig. Jártam én és egy idáig, 19 esztendeig. Váltása műsorvezetésben. Engedjék meg, hogy úgy a második rész bevezetésének néhány ilyen hirtelen támadt gondolatomat megosszam önökkel. Ugye a lapnak a alcíme, hogy az Északi Magyar Peremvidék Fóruma. Most ez a peremvidék, ez egy nagyon érdekes dolog. Van egy olyan összefüggése, amiről talán keveset beszélünk, és amit szeretnék megosztani önökkel. Sok-sok évvel ezelőtt Czeisel Endre mesélte, hogy mikor elkezdett foglalkozni a magyarság genetikájával, akkor ugye gyűjtögette a nevezetes vagy valamiben jelentős magyar embereknek a neveit, külön kis színes korongokkal, tudós, művész, filozófus, stb. És a születési helyüket azt így megjelölgette a Magyarország térképe. És nagyon meglepődött azon, hogy a legsűrűbben ezek a kis színes pontocskák, ezek így a peremvidéken húzódtak. Tehát Felvidék, Partium és Erdély, Délvidék, ott volt a nagyon sok. És beszélgettünk erről ugye genetikai szempontból is, hogy ennek az egyik oka, mert szoktunk erről sok mindent mondani, hogy peremvidék, meg ez, meg az, vannak ennek hátrányai. Mi az előnye? Hát például az, hogy egyrészt genetikailag, tehát a keveredés, a géneknek a keveredése új értékeket hoz létre, új egyedeket, új olyan dolgokat, amik előre visznek, amik valamiféle fejlődést hoznak. Másrészt a találkozások, a kultúrák találkozása, a kultúrák egymásra hatása. Gyönyörű, mindenkinek ajánlom a Gömöri Olivér könyvét, tehát hogy egy
bizonyos nagyon meghatározott korban egy nagyon jellegzetes és most eléggé retrográdnak kikiáltott magyar rétegnek a képviselője miféle mély beleérzéssel és empátiával tudott viselkedni egy másik kultúra, egy másik nemzet képviselő iránt. És ez nekünk egy nagyon-nagyon nagy értékünk, amit sokszor talán mi se tudatosítunk eléggé, de ugye az összmagyar dialógusban erről nagyon kevés szó esik. És ezért a mi elképzelésünk úgy otthon az, hogy egyrészt otthon meg kell mutatni az összértékekből, tudományos, szellemi, kulturális értékekből, Veres Péter szavaival szólva mindent, ami szép, ami nemes és amit érdemes. Másrészt azért vagyunk hálásak ezért a lehetőségért, és azért jöttünk örömmel, mert el kell hoznunk azt, amiről mi úgy gondoljuk, hogy nálunk szép, nemes és amit érdemes. És akkor azzal folytatnánk, hogy most egy olyan alkotónak a művét mutatjuk be, akiről én személy szerint szubjektíven és biztos szélsőségesen elfogultan, de azt gondolom, hogy az egyike azon nagy felvidéki művészeknek, akik messze nincsenek méltó helyükön kezelve az összmagyar irodalmi életbe. Ez az alkotó pedig Kovács Magda prózaíró. Ugye, hát a géniusz locia, a helyszelleme, az Gömörben is sokféle képen mutatkozik meg. Nehéz körvonalazni a táj szellemiségét. A lökösházi születésű Kovács Magda tündéri realizmusa talán egyik legszebb kísérlet a megfogalmazására. A felolvasandó novella is azok közé, az írások közé tartozik, amelyekben vallomást tesz a szülőföldhöz való ragaszkodásáról, Gömörit harmonikus szépségű tájként jelenik meg, ahol idézetelő mese, babona, szellemhistóriák, rideg valóság olyan természetességgel ötvöződnek világképpé, létformává, mint sehol másütt a világon. A novellát Koncz Károly György olvassa fel. Kovács Magda, fehér írom. A fehér szavak lassan betemetnek. Nem látom anyámat, csak érzem, hogy most olyan, mint egy öreg, virágzó szilvafa, szél jár az ágai között, és hullanak, egyre hullanak a szirmai. Macskánk, átérezve a helyzet szépségét, felugrik egy-egy libegő szirom után, hogy szájába kapva möghempergőzzék vele a földön, eleresze, újra elcsípje, majd éles fogait belevájva lelkét vegye, és lábai mellé fektesse, mint egy mozdulatlan egeret. De a szirmok elúsznak orra előtt, kicsúsznak karmai közül. Szégyenkezve ugrik fel hozzám, puha talpával megtapogatja a gyomrom, mint az orvos, összegömbölyödik rajta, és úgy süllyed, emelkedik kifeszült testemen, mint egy meleg, szeretett gombolyag. Néha megakad fülemben egy-egy szó. Félszegen, várakozóan, restelkedve topognak körülöttem a szavak. Mennék is már, mint a falusi emberek, amikor benyitnak az orvos szobájába megkérdezni, van-e rá remény, hogy Mari megéri a vasárnapot? És várják, hogy a tegnapi százas fejében talán felismeri az arcukat. Egyszer búsan ingatom a fejem. Nem emlékszem. Máskor felkapom, felderül az ábrázatom, s rohanok eléjük, lelkendezve ölelem magamhoz, számba kapom, megforgatom, a nyelvem alatt ízlelgetem édességüket. Ezt a sustorgót hallottam életemben először. Nem is hallottam. Láttam anyám száján, láttam életre kelni. Legugolt hozzám a porba, egy vonalba ért a szánk. Ügyetlenül igazgattam durcás ajkamat az ő szép, sima szája után. Láttam résnyire nyílni, épp csak felvillanni,
mint messzi fehér tüzeket mögüle a fogait. S láttam apró gyöngyszemek bölcsőjévé kerekedni, ilyenkor lábam elé gurult a világ legcsodálatosabb hangja, a hosszú palóc. Az én hófehérkém, az én héttörpém mind így haltak meg bennem. Egy-egy palóc át mondtak utoljára, hogy aztán eltűnjenek hosszú időre. Most feltámadtak. Rozsdás hangszálaikat nyikorgatják, visszajöttek a piros szemű békák, ott slattyognak bebocsátásért könyörögve az ajtónk előtt, visszajöttek a suhogó, siető záporok, a libalegelők, az iszapszagú vizek. Távolról sok hangú gyereklárma kél, de nem jön közel, s nem jön feljebb bennem, hogy közéje nyúlva megfogjam ezt az egyetlen gyöngécskét, saját, elfelejtett egykori hangomat. Torkomban felbugyborékol egy dalocska. Szárnya, szárnya, szárnya a madarnak. Anyám abba hagyja szirmai hullatását. Nem néz rám, mintha attól félne, hogy a pillantásától elnémulok, torkomban összecsuklik a madár szárnya, s nem röpül elő többé az idők végezetéig. Már nem dalolok. A madár boldogan, hogy hosszú rabságából megszabadult, melegen a számra fészkel, oda, ahol egykor kikelt. Sokáig vidáman csatogott, majd hirtelen eltűnt. Most újra élet. Most minden újra éled. A fájdalom is mocorog bennem, hosszú órák óta először itthon. Arcomon két oldalt könnyek folynak, anyám elfordult. Ritkán látunk egymás szemében könnyet, ilyenkor tisztelettel elfordulunk. Aztán mégis felém néz. Az írógépemen babrál. Azt hittem, de már nem is tudott kimondani úgy a szót, ahogy mi. Az írógép idegen bútordarab a konyhánkban. Azt nézem, hogy nem borítja-e fel maga körül a kedves hangulatot, de mintha asztalból nőtt volna ki, akárcsak a kenyér mellette a késsel. Ez talán még az a kenyér, amit először tett apám az anyám elé, rég volt ifjúságuk korában, s azóta soha ki nem száradva, soha nem fogyva, ott domborodik barnán biztosan. Nem lehet azt elfelejteni, anya. Mit fogsz írni? Még nem tudom, de most sokáig itthon maradok. Anyám ezt az utóbbit nem hiszi, csak legyint. Félve kerülget, nem tudja, hogyan közelítsen vigasztaló szavaival. Nem ismeri még a fájdalom mélységét, csak sejti, hogy valami eszeveszett örvény magába szippantott belőlem minden nevetést, és lesodorja a sötét ajra, ha van egyáltalán aj. Nem kell a felejtést erőltetni, lányom. Elmúlik minden magától. Egyszer még apád előtt én is megittam a lúgot, és kiért, mit gondolsz? És megmondja. És erőlteti, hogy hülyen ábrázolja akkori nyomorúságos állapotát, de érzem, hogy idegen már tőle. Itt velünk ellehetsz, míg meg nem gyógyulsz, majd ha nevetni tudsz, akkor visszamehetsz. Ingatom a fejem. Nem. Én soha nem gyógyulok meg többé. Itt temessenek el, itthon. Bejön az apám. Abba hagyta a fűrészbe kríkatását. Jót nevet, ahogy meglát hasamon a macskával. Ő hozta nekem. Nagy gonddal választotta. Esténként lefekvés előtt körbejárja érte az udvarokat, hangosan hívja gyerek cicáját. Anyám rászól, hogy ne nevessen.
Ettől hirtelen megáll félúton a nevetésben, először a hangját veszi le, aztán összezárja nyitva maradt száját. Leül a rádió elé, és a néma készülékből próbálja megtudni, mi történt. Engem itthon, hazajött tömkör, vidámnak, röpködőnek szokott meg, anyámat velem kacarászónak. Sötéten néz maga elé, lelkében már forra bosszú, csak azt nem tudja, hová, milyen irányba, kire zúdítsa rettenetes haragját. Beteg, azért jött haza meggyógyulni, áll elébe az anyám. Megfogja a kezét, lehajlik hozzá, egy vonalba kerül a szájuk. Mi lehet, lányom, kérdi aztán olyan agódva, hogy megsajnálom. Anyám válaszolt helyettem. Zavartan, még el is pirul, úgy mondja ki, talán először apám előtt a szót. Eltart egy darabig, míg apám megérti, miről van szó, és mintha múmiát csodálna, úgy áll fölém. Néz, néz, és megcsóválja, simogatja a fejét. Sokáig simogatja. Ujjai beletúrnak ritkás ősz hajába, most döbbent rá a valóságra. Megöregedett, és én nem vagyok már a régi macskával játszadozó gyerek, csak félig vagyok az övék, s ott messze tőlük, ahol élek, furcsa dolgok történnek velem. Szerelem, csalódás, meg sok minden nem tudnak többé velem jönni, csak kínlódva nézik, mintha parton állnának fuldoklásomat a zavaros vízben. Letelepszik hozzám lábtól, ölébe szedi a táncos kedvűeket. Gondolkodik, mit mondjon, mi legyen az első szava. Majd elbeszélem neked a spanyolországi élményeimet. Biztat és örül, hogy ilyen szépet mondott. Nagyanyám surran be az ajtón, mintha tyúkot akarna lopni, nesztelenül. Megjátsza a meglepettet, ahogy meglát, pedig biztosra jött, megálmodta, hogy megérkezem. Fürge, mint a gyík, a falu egyik végéről a másikra a motorok gyorsaságával száguldozik. Eltápászkodom, hogy megcsókoljam. Fogatlan szája, mint magányos vén fák oldalában az odú, amelyet ott hagytak az illatos méhek, nem riaszt. Hangosakat kacag, túl mindenen, örömökön, bánatokon, időtlensége, a világ fölötti lebegése megnyugtat. Olyan vagy, mint a városi kisasszonyok, sovány is, lapos is, a képed meg sárga, mint a hódvilág. Leveszi rólam a macskát, miután ilyen szűk szavúan, s mégis hajszálpontosan képet festett az állapotomról. Száraz ujjai végig száguldanak a macska gerincén, s meleg, utánozhatatlan melódiákat csalnak ki az állatból. Sárgát, hálaadót, valami ismeretlen macska istenségnek szólót. Nagyanyám ujjai szünet nélkül játszanak. Nem beteg ez a gyerek? Kérdezi hosszú csend után, miközben csak a macska dalol ászott. Elég rosszul van. Anyám kedvetlen, nem szereti, ha családi ügyeinket firtatják. Mi lehet? Most gondolkodóba esünk. Mit mondjuk? Ha megmondjuk az igazat, nem érti meg. Szerelem. Valahol útközben úgy kidőlt gondolataiból ez a fogalom, mint beteg tehén a csordából. Be is temette szépen az idő háborúkkal, születésekkel, halálokkal. Aha, mondaná legyintve, a múltkor nekem is volt, hiába nem érnek már semmit ezek a mai orvosságok. Fehér írom teát kell itatni vele, az rendbe hozza. De nagyanyám nem is kíváncsi a válaszunkra. Fehér íröm teát kell vele itatni, és már dobja is le a macskát, hogy hazaszáguljon a fehér íromért.
Nem tudnám megmondani, miféle növény, holterem. Lehet, hogy nagyanyám éjszakánként titkos varázsigéket morvolva növeszti a kertje sötétjében, de megreszkedt tőle népes családja arca, ha kiejti ezt a bűvös szót. Útközben összecsődíti a mennyeket, a család valamennyi itthon tartózkodó tagját, mire maga is visszaszágult a teával, már benépesült a konyha. Tüzet éleszt, pattog, mint a szikra. Elemében van. Megint valaki, aki rászorul a csodaszerre. Én elszörnyülködök. Gyerekkorom keserű, a világ legkeserűbb ízére emlékezik a szám, a gyomrom. Fejírírom, gyomorrontás, hasfájás, daganatok, horzsolások ellen, s meg kellett élnem, hogy szerelmi csalódás ellen is. Kítatja velem a megrét az utolsó cseppig. Rokonaim lélekben velem isznak, mert az arcuk épp olyan savanyú, mint az enyém. No, ugye, hogy használt? Próbálnak belelovalni a kedvező válaszba. És este felé, a sűrűsödő homályban, amikor a nagyanyám mellém ül a macskával, és belekezd csodálatos fehér szavai pergetésébe, valóban úgy érzem, hogy jobban vagyok. Hullatja szirmait, s betemetnek, betemetik anyámat, apámat, a rádió hukkani sem mer, némán hallgat. Házunk tájáról visszahúzódnak a neszek. Csak nagyanyám szavai szárnyalnak, világítanak, lecsendesítve a lélek háborgásait. Ő meg személytelenül, időtlenül, mintha magához se tartozna már, leng felettük. Lassan ki is úszik a konyhából, ott hagyva a fehér szirmokat, és egy csokor fehér írönteját. A szülőföldhöz való kötődés úgy gondolom, hogy minden ember életének nagyon fontos része, momentuma összetevője. A belső egyensúly megtalálásához szükség van arra, hogy legyen egy hely a világban, amit a magunkénak érzünk, ahonnét vétettünk, és ahová érezzük, hogy tartozunk akkor is, ha nem vagyunk itt, vagy ott, nem élünk ott. Ez a viszony, ez az ember fejlődése során bizonyos stádiumokon, fejlődésen megy keresztül. A gyermekkor kegyelmi állapotában az ember hajlamos azt hinni, hogy a szülőföld, akár egy nagy kiterjesztett szárny, képes megóvni minden gonosz erőtől. Később, ahogyan eszmél és megismeri a világot, rá kell döbbennie, hogy ez korán sincs így. Az édenkert elvesztése fájdalmas, de szükségszerű felismerés. Válja Kövesdi Károly, aki lapunk állandó munkatársaként itt ül velünk, és akinek a versét most meghallgatjuk. Kövesdi Károly, topográfia. Errefelé még a felhő is relatív. Kisüt a nap, de most már nem vakít, és ha esteledik, mindent beborít a torokszorító süketség, és a hangok helyére tompán benyomul a csönd. Vemhes, nehéz várakozás. Megundorodik, menekül a táj. Sírva, röhögve mondj re a repülésről. Lépted nyomán szó fordul ki a földből. Itt rögöt kell csókolni, mint halálig. Hiába, mintha az is a másé lenne. Rádöbbensz, hogy már semmi sem a régi. A kert, a fák, a leomló palánk, mi égig ért, már eléri a kéz is. És az ég, az édes és keserű kékség rád mered kozmopolita hidegével. Mi boldog is volt a gyermeki vakság. Nincsen hazád.
csak anyaföldet. Épp egy maréknyi, hogy a szádba tömjed. A gömöri ember az magáinak érzi a földszülötteit, de magáinak érzi például Petőfi Sándort is. És nem csak ez azért, mert őt minden magyar egy kicsit a magáinak érzi, hanem azért, mert a kötődése Rimaszombathoz, a gömörhöz és Rimaszombathoz különleges. Egyrészt a Tompához fűződő barátság okán, és azért, hogy látogatóba kétszer is járt a városba, másrészt pedig azért, mert Petőfinek az egyetlen tulajdonképpen hivatalos elismerése az életében, nem költői elismerése, az volt, amikor Gömör Kishont vármegye tiszteletbeli táblabírájává választották Rimaszombatba. 2004-ben a rimaszombati Tompa téren, ahol Tompa szobra bizonyos megszakításokkal állt, és most is áll, Petőfi Sándor is kapott egy szobrot. 2004-ben volt a szoboravatás. A szobor Izsó Miklós, ugye nem kell mondanom, hogy gömöri kötődésű alkotása. A következő évben átadták azt a felújított rimaszombati emlékházat, amelyben 1845-ben Petőfi Sándor is megszállt. De mint az úti leveleiben írta, mire hazaért, a kiszemelt ágyat már elfoglalták, így neki már csak a pitárban, a földön jutott hely. Az alkalomra Rimaszombat és Vidéke Társulás költőversenyt hirdetett. Erre nyújtotta be Bettes István azt a verset, amely folyóiratunk 7. évfolyamának 2. számában jelent meg, és amelyet most Koncz Károly Györgytől hallgatunk meg. Bettes István, pihet ollas lanton, egy éjszaka Petőfivel Rimaszombatban. Lantosunk az lantját igencsak pengeti, zsibbadoz, szakadoz tőből mindkét kezi. Tinódi után. Keménykedik, dagad, bizsereg, még lőcses késmárk van eszében az összes felmenője. Ma még varjú lány sem ült a rima partján, ki búskárogással csikiszte volt lantján. Forgolódik költőnk, kék mindkét könyöke. Csatog a nyers padlón, lantjában gyönyöre. Menget a poéta, nyugágy hiány teszi, bántja a gondolat, ma is ez jut neki. Trombitál bús hosszút, lucskos lantja fája, dunnapehelyel, mint teli szeme szája. Felevült lelkivel utókorra gondol, ha kijöntik bronzból, mentes lesz ígontól. Ez nemes ház falán jelzi majd a tábla, így gyentelte nyúzta tar földre alázva. Mit? Kései tábla. Hát itt lőn táblabíró, híresült népi hős, nagy csatákat vívó. Férfi sors, csak férfi. És bizony, nagyon érti. Hogy csak simogatja, hol keményen tépi, Tompa jut eszébe. Már maga is Tompa. Bár papi a lantja, ám sohasem lomha, s az aranyjankói, a teremtőjét, látá biző egyszer mester pengetőjét, nem másolt satnya bronz, s az arany kornyadozna. Egyszer próbálá meg, belőn horganyozva, s vágja az poéta, ugyan adja neki, hevül húrja fája, majd nyakát tekeri, úgy negyedött tájban pirosak szemei, s eszméi pegazát honára tereli. Mert biz, életében mit juttat a haza?
kincs, vagyom vagy kastély, apjának igaza. Hát még a szabadság, világ első becse, szabadság, szerelem, ha markodban csecse, rátok tör ám majdan a világ szabadság, vehetitek tövig Amerika baját. Évezhetsz akkor majd négert, buzit, talján, oltárhoz állhatsz a hollandusnak baján, hordozhatsz füledben akár úri tököt, pokfentesztesz vízben sok náthás vöcsököt. Birkod, kászálódik, még egy kört lenyomat, haja, Tiszolc felül zakatol a vonat. Uzsgyi, Várgedére, Rudihoz vált jegyet, tétet hő lantjára, nem csevicét, jeget. Majd leúrik onnan busszal Vecseklőre, Boldinál akadhat valami jó kenyőcske. Hach, ne lőne otthon, csak francúz milia. Van a kúriában kaja, pia, pipa. Hely, nem jár sikerrel. Fel Baracára. Lehet, kurta farkút kap majd ott lantjára. A később történtekről a mancában elhelyezett fallikus emlékoszlop verses felirata számol be hitelesen az utókornak. Befejezésül egy olyan esszé következik, amely két alkotó, a festő Dúdor István és a költő Bettes István közös szülőföld élményét kíséri megelemezni. Az előbbinek mindenkor kiemelt figyelmet szentel a folyóirat, az utóbbi az állandó szerzőink közé tartozik. Mint Szászi Zoltán fogalmaz, két örökös gömörinek, egy immárom űrbélinek és egy valósnak világát akarom megfogalmazni. Dúdor Pistájét és Bettes Pistájét. Egymás mellett, egymáson, egymásba keverve, együtt hörpintve mindkettőjükből. A kivetítőn a tragikus sorsú Dúdor István, a Dereski angyal festőképei láthatók. Érettségi nélkül felvették a Prágai Képzőművészeti Akadémiára, amelyet el is végzett. 1987. június 23-án, azaz éppen 30 esztendeje a Tornájai Parkban agyonverték. 38 éves volt. Balázs István következik. Világok, ha találkoznak. Képi és versnyelvjegyek Dúdor István és Bettes István világában. Világok, ha találkoznak, szupernova-szerű robbanás, földrengések, láva folyamok, pusztulás és újjászületés az eredmény. Csillaggá tömörülés és űrbéli porrá változás. Mosoly a boncasztalon. Fintor a versben. Riadt és szikárvonalak a vászlon, papíron, hemzsegő szóképek, ritmussá váló hangok szövegben. Mire vállalkoztam? Két örökös gömörinek, egy immáron űrbélinek, és egy valósnak világát akarom megfogalmazni. Dúdor Pistájét és Bettes Pistájét. Egymás mellett, egymáson, egymásba keverve, együtt hörpintve mindkettőjükből. Annyi bizton leírható, hogy két igen erős, egyéniségében és stílusjegyeiben utánozhatatlan alkotóember hasonlóságainak elemzését csak egy szubjektív alapállásból, csupán a szeretem mindkettőjüket alapállásából megfogalmazni hiba lenne. Objektívabban kéne hát. Próba szerencse legyen. Minden téma elviselhetetlenül nehéz. Ahogy írja Bettes a Szétcincált ének idején című kötetben. Veresnek tűnő vásznak, ihlet, Ikarusz, félszárnyú angyal, Dúdor Istvánnál. Az alkotás felemészti alkotóját. Szabadulni tőle kiadással, eladással nem lehet. Az egyszer már megírt verssor, az egyszer már papírra, vászonra vetett kép mindörökre ott tég az alkotója agyában. Szét lehet verni a fejet. El lehet égetni a verset, a képet, ami egyszer
már a világon volt, már hat mindenre. Minden téma elviselhetetlenül könnyű. Hát lássuk csak, hogy is van ez? Ízekre szedni az alkotás folyamatát nem lehet. Az alkotás végeredményét lehet méregetni, hasonlítgatni más korábbi művekhez. Csak minek? A különleges, az egyedit, a meghamisíthatatlant, a végtelen időben sodródó, termékenyítő pillanatot kéne elkapni. De hol van? Elfogható egyáltalán? Hol laknak a holnapi gondolatok? Tegnapi verseket és festményeket előbukkanó ihlet, mitől és minek bújik elő? Ki tudja honnan? Táj, lét, múlt, helyek, légkör, gömör, vigasztalhatatlan szét, szomorúságú táj, mint egy menyasszony, ki esküvőjén özvegyült meg. Benne a buja lét és a hervadó halál, a minden és a por. Sarokpontok, amelyeket a költő keres, színek, foltok, fények, árnyak, amelyeket a festő keres. Zenék. Isteni hörpintések a habos világból, keserű kortyok a vízhangtalanságból. Minden téma elviselhetetlenül. Ott van bennünk. Dúdorban a táj, ember, angyal, festő, falu, fenyő, kereszt, templom, virág, csend, Isten kézzel fogható fia, a boldogtalanság, a hiány, a szorító belső démon. Dolgozni csak tiszta fejjel dolgozott. Akkor viszont olyan tempóban, hogy a képekre kézzel, kaparókéssel, ecsettel szinte dobálta fel az anyagot. Megörökíteni a pillanatot úgy, ahogyan akkor éppen bent világít az agyban. Ugyanez versben. Jönnek a szavak. Ki tudja honnan, minek, kisugalja őket. Hol egy papír? Le kell minden gyorsan úgy írni, ahogyan az isteni fény megvilágította az agyban a pillanatnyi gondolatot. Minden téma elviselhet. Igen. Minden téma hozzád érthető, költő, festő, minden téma megér egy misét, egy vázlatot, egy sort a papíron, egy ecset bemocskolása a prizmatörte színekkel, ihlet, véres fény, fényes vér ömlik az ember agyából, ömlik az ember agyába, föld, az ég, az agy nyílásain támadt rések által találkozik. Ott teremtődik újra, ott fogalmazódik meg minden szitok és áldás, ima és káromkodás, segnyaló pamflet programvers és igazvallomás. Minden folyamatában megfigyelendő, a leírt szó hatása bettesnél, a felrakott vonalak és színek látványlenyomat a dúdornál. Mi bennük a közös? Mi bennük a különböző? Mi van bennük egyáltalán, amitől oda kell figyelni rájuk? Mitől másabbak, mint a többi? Mitől más a más? Csupa tamáskodás az egész. Hitetlenség magunkban, mert mi más lehet bennünk közös, mint az ember? Ismerték egymást? Tudja mindenki? S ha tudja, minek? Hatottak egymásra? Bizonyosan. Emberként vagy művészként? Vagy valami más van-e mögött? A közös kiindulási pont lenne eztán? Gömör hatása? Ideologizálhatnánk. Egyikük sem itthon lett próféta. Ez a táj teremti meg a maga bezártságában és nyitottságában és lehetőségeit felismerve. Biztos így van ezzel más táj is. Nekem is ez a kötésem. Hát ezzel legkönnyebb ideologizálni. De valóban így van-e? Minden csak érzet. Az van, amit hiszek. Az van, amit kigondolok, mit elfogadok, mit engedek magamba bemenni, átjárni, hogy átjárja bensőmet. Az vagyok-e, aki vagyok? Mitől vagyok én? Mitől vagyok más, ha más vagyok? Miért vagyok más? Minek vagyok más? Gömör, táj, egység, látásmód, lehetőség csupán. Minden téma elvisel.
ha elvisel. Mindenben én vagyok, és ez Dúdor tudta. Bettes tudja. Ikarusz. Mindenki Ikarusz. Mindenki repülni vágyik, megszabadulni kicsit magától, elbontani a test függőségétől a szellem szárnyalását. Aztán zuhanva megismerni a valót. Az utolsó pillanatig hinni, hogy megérintette a napot. Hogy amibe belezúdul, az nem a föld, hanem az örökké valóság. Pad alatt végezni. Eltűnni egy hajnalon a semmibe. Itt hagyni minden lehúzó testet, italt, fájdalmat, tehén menasszonyt, templomot, temetőt, anyát és szeretőt. Elvisele minden téma esendő ember esendő embert a maga valójában. Mikor van ennek a színi előadásnak kezdete és vége? Mi a szerep? Ki rendez? Fogalmazzon-e másképpen a költő Bettes? Vagy hagyja a fenébe, és álljon meg, esetleg legyen politikus, legyen talpnyaló, vagy konjunktúra lobag. Vagy maradjon már az arra a hátlevő időre saját magának legalább valamilyen szintén azonos mása. Ikarusz földet ér Dúdor képén. Ikarusz vér, nem hús, Ikarusz maga a fény. Kontúrjai az elmúlás kontúrjai. Az ég kékes-szürke félelmetes látványát oldják az arc békés, minden félelmet maga mögött hagyó vonásai. Egyé válni a világgal. Belé olvadni. Festékként, versként, Ikaruszként, ki belehozuhant a földbe, de előtte úgy érzi, érintette a napot. A fényt, az Isten. Ezt próbálja költő, festő, színész, író, táncos, szobrász, alkotó ember mindegyike. Minden téma elvisz. Hát, acsarkodjunk kicsit ezzel a leromlott, lekurvult, kommercionizálódott, dobozos sör, light cola, még műanyag ízű gyors szendvics világgal. Mert mi mást lehet vele tenni? Persze, lehet részese is bárki a fogyasztás örömének. Lehet elég a hús, meg a kenyér, meg a bor, meg a mámort nyújtó sodor cigaretták, a könyökhajlatba döfött fecskendők tartalma. De ezekkel az attribútumokkal túl olcsó az egész. Hamis, súlytalan, értelmetlen. Nincs benne semmi isteni. Pedig, ha a maga képére teremtett minket, akkor ugyancsak volna, mire büszkének lenni. Emberségre, angyalságra. Minden ember kicsit angyal. Lehet, hogy félszárnyú, mint a Dúdor által tussal és téglapiros vérveressel, feketével felkarcolt angyal, de akkor is angyal, isteni lény. Harangszóba kapaszkodó, repülést óhajtó égi lény. Az, aki egykor mindannyian voltunk, és az, aki néhány kiválasztott sorsra lehet, miután elmegy innen, arctalanok vagyunk Isten előtt, nincs ott más, csak érzelmek, a tettek megmérése. Minden elvi, mondja Bettes. Minden elv, folytatja. Ott már csak az marad, elvek, kiállni, képet adni magamról, világomról. Honnan is jöttek ezek ketten? Az angyalfestő és a kobzos vándorgarabonciás. Gömörből. Hát, micsoda táj ez, ahol ilyennek teremnek. Hát, micsoda világ ez, ahol világteremtők élnek, éltek, ahonnan világteremtők menekültek, ahova világteremtők jönnek vissza élni és meghalni. Mi ez? Csoda? Varázslat? Átok? Pokol? Mennyország? Semmi.
Ez csak egy táj, egy kép, dombok, zöldek, barnák, kenyérillatú lányok, víz, szomjúság, részek, templomok és temetők zöldje. Elmenekült innen oly sok, és még mennyi fog. És megmaradt itt, és él mennyi, és mennyi fog. Kiszakad a sóhajtás. Minden téma el, el valahová az isteni rendezés szerint. Bele az agyakba, ismerjelek már meg. Én. Világok, ha találkoznak, versek, festmények születnek, lenyomatai kornak, múló időnek, végtelen változásnak. A befogadás gyönyörének megismerése pedig bárkié lehet. Az önmegismerés ikaroszi fájdalma és szépsége is. Az irodalmi szóban ez volt a befejezés. Az idő ugyan nagyon előre halad, de én látom, hogy Agócs Gergely még egy hangszert elkészített, úgyhogy eztől semmiképpen ne fosszuk meg magunkat, hogy még azt is megszólaltathassa nekünk egy rövid idő erejéig, és utána búcsúzunk. Manga János 1937-ben Gömör Péter falán három dudanótát gyűjtött egy ismeretlen nevű dudástól. Ezzel kezdem, aztán azzal fejezem be, amit én gyűjtöttem 1992 és 2015 között az én atyamesteremtől, Pál Istvántól, egy ismert nevű nógrádi dudástól.
Köszönjük nagyon szépen Gergelynek, és azt hiszem, hogy ettől szebb befejezést a mai este nem is kaphatott volna. De mivel eléggé elszaladt az idő, én nem húzom tovább a mondandót. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a megjelenést, szereplést, az együttlétet. Isten áldja meg valamennyiüket. Köszönjük szépen. És szeretettel várunk mindenkit Gömörországba természetesen. És olvassák a lapot.